első előadó következik rajtam kőjel, a Kisbokrita Hölgyészi Székelykör utánpótlás csoportja következik. Az együttes vezetője bíróné Csöglei Gabriella, oktatójuk pedig Herceg Gábor. A gyerekekből álló együttes teremti meg mindig az alapot arra, hogy a nagy együttes a felnövő fiatalokkal kiegészülve még hosszú évekig sikeres maradhasson. Bukovinai táncokat fognak bemutatni, melyel sokunknak ismerős lehet, ugyanis a nagy együttes ezzel a műsorral 2012-ben kiválóan minősült címet szerzett.
Most pedig a Garai Ifjúsági Tánccsoport következik, akinek a vezetője Antal Anita és Antal Zsolt. Az ifjúsági tánccsoport jelenlegi formájában 2005-ben helyi fiatalokból alakult meg. A tánccsoport a garai, horvát, német, bukovinyai, székely nemzetiségek táncain túl szívesen ismerkedik más tájegységek néptáncaival és népdalaival. Rendszeresen fellépnek a helyi és európai rendezvényeken. Gondosan őrzik a három garai nemzetiség népviseleteit. Táncok tanulásán kívül remekül összefogják a fiatalságot. Garai aprók és nagyobbacskák néven két utánpótlás csoportot is alakítottak az évek folyamán. Thank you.
folytatódjék már is itt a színpadi produkció az érdi bukovinai székely népdalkörrel. Maga a népdalkört egyébként 1971-ben hozta létre Kóka Rozália. Működésük 53 éve alatt elhivatottan végezték a bukovinai székely népi kultúra megőrzését, átadását és persze népszerűsítését. Többször is részesültek Aranypáva nagy díj elismerésben. A legbüszkébbek az európai díj elnyerésére. Jelenleg a Népdalkör Egyesület 24 főből áll, rendkívül összetartó csapatról beszélhetünk. A Betlehemes csoport vezetője Domokos Gyula, a Népdalkör művészeti vezetője Juhász Gáborné Regina. Fogadják nagy szeretettel színpadon az érdi bukovinai székely Népdalkör!